ez nagyon jó, mert rengeteg energiát ad a madaraknak, bizony. A gyerekek madzagot kötöztek a tobozokra, majd zsírral kenték meg, hogy a magvakban megforgatva azok jól megtapadjanak rajtuk. A tinódisok tanári felügyelet mellett készítették az eledelt a környéken élő madaraknak. Télen szoktak vándorolni más-más helyekre, és különböző fajtájúak is vannak. Vannak kicsik és nagyok, és hát már találtam néhányat, és fel is neveltem. A gyerekek már korábban is tanultak a különböző madarakról, a táplálkozásukról és az előfordulási helyeikről is sokat tudnak, így az eledelt már szakértelemmel készítették. A cinkéknek és az egyéb olyan madaraknak, amik nem mennek el télen, azoknak bezsírozzuk a tovozt, és teszünk rá magukat, hogy ne halljanak éhen. Az elkészült madáreledet a diákok tálcákra helyezték, majd az iskola udvarán felkötözték a fák, illetve a bokrok ágaira. A programot a Tinódi Diák Önkormányzata és az évek óta működő ökomunka közösség kezdeményezte. Gyerekek egy kicsit egymásra is figyelnek, a környezetükre, a természetre, hogy még empatikusabbak, meg ökotudatosabbak is legyenek. Mind emellett, ugye kiegészítve azzal, hogy nagyon sokat tanulnak az itt maradó madarakról, a költöző madarakról, 5. osztályba, 6. osztályba és az alsóba is, és akkor ezt így ki lehetett egészíteni a tananyagot ezekkel a programokkal, hogy élményszerűbbé váljon ez az egész. Jövő héten közös teázást terveznek a gyerekekkel, illetve újabb adag eledelt szeretnének kihelyezni a madaraknak. Február 7-én pedig kiszebábégetésre várják a diákjaikat, a farsangi programokhoz kapcsolódva.